Szép jó hajnalt mindenkinek, Torin vagyok, ez pedig a Pathfinder Kingmaker folytatása. Bokennel beszéltünk. Blablabla. Hát, van valaki? Nincs. 2000 ér... Most már 2000 ér adná? Jaj, de jó. Mondjuk jó lenne, ha lenne egy árlista. Mondjuk ez van. És hogy kerül az öt aranyas? No mindegy. Bag of Holding. Na, ez mondjuk hasznos lesz a szállításnál, de 300 aranyas kaja. Köszi. No. Itt tudunk beszélni Harimmal. Na jó. Úgy érzem, az orkbarbárunk korlátosan érdeklődik a mások múltja és egyebe iránt. Won't be halted. We do it my way. Oké. Azt hiszem ennyi. Utazzunk. Ugye van egy quest, hogy keressük meg a rablókat, van egy quest, hogy keressük meg a rablóknál a gyűrűt, meg van egy quest, hogy menjünk valami barlangba és ott üljünk bókokat. Ha jól emlékszem. Itt a... Itt vannak a rablók, itt meg a... pókok. Nézzük meg ezt a pókot. Úgy látom... Random Encounter. Yeah. Most még vicces. Azért majd meglátjuk, hogy 200. random poke, meg ork, meg akármi, az mennyire lesz vicces. Ó, egy beszélgetős Random Encounter. Valami öreg ember. Remus. Bla bla bla, furcsa köd. Ez a köd elég látható nekem. Na, ősi valamit fölkeresztünk.
ezek szerint nem muszáj megküzdenünk vele. Nyulat nem tudom levadászni vagy megölni. Won't be hotted. No. Ó, majd egyszer tudunk befolyásolni különféle dolgokat. Na, ez jó pofa volt ez az utazási opció, és ezek szerint sok felé el lehet kanyarogni. Hát lássuk ezt a pók tanyát, azt hiszem ez a pók parlang. Reméljük. Nem, legyőzhetetlen pókok mindenfelé. De hát majd kiderül. Egyelőre csak békés nyuszik. Tényleg formációt hogy állunk? Picit a törpét hátra, mert ugye ő majd a legvalószínűbb, hogy blesszeket, meg egyebeket kell osszon. Ott a barlangbejárat. Azért nézzünk szét idekint, hát ha valami randomot lehet lootolni, vagy találni, vagy ki tudja. Oké. Okay. Repent! Óriás. Van HP-ja. Nem is olyan garantált a találat ellenük. De fincsi húst kaptunk. Húsika. Nem látom. Ó, és... Ó. Két értékes szumó, meg kettő arany. Na, akkor azért volt értelme itt a kis körbejárásunknak. Valami random csóka. No, még egy kis. Ó, és a bőrből lehet majd dolgokat készítetni. Az mondjuk fincsi, remélem, hogy például valami kovács vagy ilyesminél, vagy bőrkészítőnél speciális páncélok vagy ilyesmik. No, hát eddig tetszett ez a kis felfedezés. Túl sok hasznos lootot nem találtam. Böszöm nagy pókok, meg kis pók horda. Oké. Okay. Slashingre immunisak. Oké. Okay. Akkor azt hiszem próbáljunk kifutni innen. Nem csak hogy immunisak, hanem
Misszelünk minden szára. Jó. Hát ez nem annyira vicces, ez a halhatatlan pókok. És senki nem tudja használni azt. Na, ez mondjuk nem szimpatikus. Ez egyértelműen negatív. Na jó, azt hiszem tölthetünk. Na hát ez nem volt pozitív, hogy nem lehet legyőzni a pókkordát. Miért is nem? Hát mi gátolja meg a hősi karaktereinket, hogy azt mondja mondjuk a barbárunk, hogy dobok egy hátast, és fröccs, mindenkit ki van lapítva, sok ezer kis pók. Na mindegy. Akkor ezért szerint oda kell valami, ami, nem tudom, területre hat, vagy akármi. No. Mindegy. Cuccokat összeszedjük. A lizárdokat megöljük, a két gyíkot. Kicsit sikeresebbek voltunk a legutóbb. Viszont most sikerült egy gyíkbört szednünk. Az is valami. Na, itt van némi vadászat opció. Az kimondottan tetszik egyébként. Na, hát most egy gyíkot sikerült meghámoznunk. A legutóbb meg egy őzet. De úgy látom, akkor ez ennyi volt, ha egyszeres ételnek vagyunk a pókvadászatba. Na. Hát ennek nem örülök, megmondom őszintén. Nem volt szimpatikus. De hát ez van. Majd beszerzünk valamit, ami alkalmas pókvadászatra. Miért kerülnénk el a harcot?
barbárok vagyunk. Mi lenne, ha mondjuk charge-olnál? Hát ez a szoszó. Oké. Ja, hogy ott van még egy harcos. Azt nem láttam, hogy ketten is vannak. Oké, kapsz egy healt. Kapsz még egy healt. Oké, hát nem egy nagy program. Remélem itt is ki tudok menni. No, hát azt hiszem itt az ideje egy táborozásnak. Előbb-utóbb. Kicsit sokat kell töltögetni, nem olyan vészes, mint mondjuk más hasonló játékokban, de azért nem kevés, na. Kérdés, hogy ezekhez hol kell haladni. Mert majd megtudjuk. Azt hiszem, ez megy a táborhoz. Oké, este van. Aludjunk, pihenjünk frissebben, és akkor a bandita táborhoz kicsit korábban megyünk. Oké. Okay. 5, mínusz 3, 5. No. Oké. Thank you.
És mi ez a Hearty Meal? Plusz egy mentő minden egy napra. Cooking DC 10, 20. Aha. Akkor inkább őrizzél. És mivel dobja ezt? Knowledge World. Jó, hát azt hiszem ez egy okés táborozás lesz így. Meglátjuk. Kaptunk 4 kaját. Jó, hogy ezt magának adja csak. Hát ez van. Lássuk. Reméljük, nincsenek itt is random pókhordák, akiket nem lehet legyőzni. Oké. Won't be halted. Mi ez? Valami? Ott volt valami. Amit elhagytunk. Ó, valami kaja. De mondjuk, tudom még miért ne szedjük össze. Semmibe nem kerül. Egy újabb pók. Ó, egy random csapda. Azt hiszem senkinek nincs csapda hatástalanítása. De nem hülyék a karakterek és kikerülik ilyenkor? Nagyszerű. Itt mintha lenne valami, de lehet, hogy csak én. Ó. Valamit volt. Na, azt hiszem sikerült. Onwards. Oh, hello banditák. Nem abból az irányból jöttem, ahova kellett volna. Nem beszélni jöttem, ölni. Nem egyszerű. Hmm.
out of my way! This body holds no more. This can't be over. Wow. Oké, dobj egy hírt. Repent. Ezt nem tudom. Nem tudom, hogy mivel fogjuk. És hol vannak a gyógyitalok? Övéből. Glug. This won't kill me. Na, hát épp, hogy csak sikerült nem megölni. Oké, hát ez elég durva. Oké, hát ezek szerint tölthetek megint. Hát ez így vicces. Egyelőre. Ezt egy picit úgy érzem elméretezték. Kétségtelen, hogy nem készültem fel a harcra sehogy, csak úgy belerohantam a táborba. Simán lehetett volna egy blessing vagy ilyesmit magunkra tolni előtte. Over there. Hello. De most... Ez egy random generált térkép, vagy máshol vagyok a ugyanazon a... Az vicces, ha random generált, az tetszik. Na, az nagyon tetszik. Vagy már az elején elvesztettem egy loot lehetőséget. Oké, hát akkor nagyon nem néztem át ezt a terepet, hogy finom legyek. Akkor itt bizony nagyon alaposan kell körbejárni, hogy minden cuccot megtaláljunk. Oké. Okay. Jó. Megkockáztatjuk újra. Persze lehetne azt, hogy eltörjük, és akkor majd valami történik. Esetleg. No. Törpény. Dobj egy blast. Most mentünk, mert azért amilyen harc volt, az jó eséllyel újra és újra. Oké, mindenkinek a
utcára kirakunk pár gyógyítalt, van elég. Inflict. Jó. Na. Picit egyszerűbbé tesszük, itt mik vannak? Alchemist Fire. Mondjuk ez lehet, hogy hasznos lett volna a pók ellen. Tíz percre. Plusz két Natural Armor. Oké, kérj magadra egy ilyet. Tudsz-e valami más hasznosat kitolni még? True Strike, de hát az úgyis csak egyszer használhatos. Oké. Okay. Úgy látom az... Repent. Nagyon nem tudok opciózni. Oké, egy leütve. Unworthy. Run them through. Could be worse, and will be, definitely will be. This won't kill me. Your life ebbs. What a waste. I'm all right. Hát ez nem teljesen tiszta, hogy hogy kell ezt a gyógyítást végrehajtani. Let's hear.
hear you cry. Okay. Oké, na most ez hogy... Hogy váltok át? Ah. Die! Szóval neki van Cure Light mondja, vagy valami ilyesmi. Oké. Okay. Jó, hát hülyén fest, hogy milyen vackokat kell használnunk. De hát ezek szerint nem tudom többit másképp használni. Na, azt hiszem elfogytok. Yeah! Hú, hát nem volt egyszerű. Ezt azért nem mondhatom. Csomó fegyver. Svetlana gyűrűje. Könyv. Egy recept. Bla bla bla. No, egy foglyunk van. Nyilvánvalóan nem fogunk jó fejkedni. No. Itt láttam cuccokat. Köszi! Ezt mindig is szerettük, amikor zárnyitásra volna szükségünk, de nincs, mert a partimon nem tudom miért úgy lett összeválogatva, hogy nincs benne egy nyomvat tolvaj. No, se baj. Egyelőre túléltük ezt a küzdelmet. Nem volt egyszerű mutatvány, azt nem mondhatom. Úgyhogy biztos, ami biztos, mentek is. Van Quicksilver.
akkor nem kell folyton a mentésért küzdeni. Oh, hello, bandita. Yes, I'm still here. Okay. Sorry, I was lost in the Aboran sentence. You cannot stand against me. Oh. Ta-ta-ta. Nagyon aranyos, de nem. Nem mondjuk erre a harc, talán pazarlás volt a Bless. Sőt, biztos az volt, hát ez van. Mondjuk azért egy ötös pofont itt még kiosztott. Bleeding Touch-ot még tud. Egy csomó ilyen vackot. Touch of Chaos. Na mindegy, némi loot. Meg valamit találtunk. Ó, egy gyűrű. Tényleg Svetlana gyűrűje. Az csak ennyi, ez pedig... Hú, egy Ring of Protection. Oké, hát téged folyton eltalálnak, úgyhogy mi lenne, ha plusz egy AC-dat fölvennéd. Nézd meg, mert neki volt a legkisebb páncélja. Mestermunkok fegyvereket találunk viszont, az jó. Oké. Csak a törpe megkapja a nyilpuskát, az nála reálisabb, és jobban is néz ki. 6-os, 5-ös, mínusz 4-es páncélmentő. Az úgy lettem, mint homály. Rajta jó páncél van. Rajta is. Rajta meg. Emlékeim szerint szintén egy elég jó. Hoppá, ez mágikus. Viszont... attól még szar. Hogy mágikus. Hogy megtartjuk. Hát ha valakinek hasznos. Csapatunkban nem. Ez viszont nagyon jó lenne, ha valaki tudná használni ezt a Magic Missile-t. Szóval ennyit lehet itt éjszaknak jönni, akkor vagy van valami loot, vagy csak vörösre ringezik a játék. Na mindegy. Alapvetően tetszik továbbra is. A pókosnál nem tetszett, hogy egyáltalán tudtam vele mit kezdeni. Tehát nem az a gondom, hogy nehéz. Nehéz volt ez a harca. Csókákkal, főleg, hogyha nem voltunk fölkészülve rá. Mint ahogy nem voltunk.
De... Marhára jól néz ki a kaszás képe. Azt hiszem itt az ideje, hogy táborozzunk. Oké, ezek szerint nem történt semmi vészes. No. No, még négy napot pazaroltunk. De abban egyetértek, hogy menjünk és piszkáljuk Tartúciót. Elvileg erre ment az Ancient Tomb-nál, Tomb felé. Lássuk. Ha tudjuk piszkálni a kis gnómot, akkor megérdemli. Lindsayt nem volt feltétlenül akarom megölni, de mondjuk, na, kicsit meg kell nevelni, hogy tudja, hogy ki a főnök. És hogy olyan ostobaságot ne csináljon, hogy Tartúcióval megy, vagy Tartúcióval, vagy hogy kell mondani. Oké, na hát itt egy gyors mentést megejtek. A harc előtt, aztán meglátjuk. Hát nem kevesen lesznek odabent, úgy látom. Ja, hogy spontán elvoltunk, mert... My wounds pile on. But this is not the end. Na hát, lehet, hogy egy blessing az hasznos volt. Hát láttunk már sikeresebb gyógyításokat. Oké, hogy ezek gagyi, D8 plusz pici. Még neki nem tudom miért adtam. Nem tudja elfogyasztani azt a őket. Plusz egyes longsword, kár, hogy senki nem használ longswordot. Úgy érzem a
Plusz egyes kosza, az egy relatív ritka fegyver lesz. No se baj. Oké. Némi arany, egy gyűrű. Cure Light Wand, tekerts be, mondjuk a sose árt. Over there. I won't be halted. Mi ez? Kuklops coin? Legyen bármi is az. Oh, hello. Azt sajnálom, hogy nem tudom kikapcsolni a csapdákat, mert. Na, egy kis siker, 22 fincsi XP. Kövessük a magányost, elvileg arra ment a nyomi kis tartúciónk. Természetesen nem sikerült, hát hogy lett volna meg? A lényeges dobásunk hogy lett volna meg? Na mindegy, egyébként elég sokat küzdöttünk, úgyhogy azt mondta ideje, hogy ismét táborozzunk. Maga nem olyan jó pofa ez a táborozás, de egyelőre csak rengeteg időbe kerül. Hát, majd meglátjuk.
Hát haladjunk erre, fogalmam sincs. Valamilyen sír. Úgy látom egyenlő nem csináltok vele semmit. Na, megnézzük mi ez a fa. Greetings. Oh. I have urgent news from Reston. The investigation that I have conducted at Lady Jamondi's orders have proved your innocence. Tartuccio was and still is the Pataxian spy. Ki nem tudta? That dreadful night, it was him who had opened the gate and let the assassins in. It appears that he had planned to gain the barony and Eldori's support, only to later place these lands under the command of his true patron. King Iroveti is no stranger to intrigue, and likes to use others to do his dirty work. Anyway, Lady Jamondi sends her apologies. Az is valami? Lady Jamondi ordered me to capture Tartuccio. We were following his trail when that damned mist fell. First we entirely lost our way, and then stumbled right into a bandit ambush. Alas, nearly all my people were wounded and can go no further. And so I'm here asking for your aid. I'll point out on the map where Tartuccio is supposed to be. Bring that scum to Oleg's trading post, dead or alive. Restov will not forget this favor. That sly bastard has caused us no little trouble, that's for sure. When he showed up in Restov and announced he was going to join the expedition, nobody suspected a thing. Yes, a gnome, yes, a sorcerer, but so what? Even after that terrible night, some of my people were willing to bet money on you being the spy. Yeah. Blame the orc. His overconfidence was his downfall. Tartuccio's henchmen, it seems, imagined they could safely meet with Pataxian spies in the town's seedy underbelly. But Restov is the ancestral home of the Eldori, and Lady Jamondi is respected not only by the aristocracy and the common folk, but also by those on the other side of the law. We received a message from the slums. A good friend, who wished to remain anonymous, suggested the sword lords take a closer look at a certain guest from Patax. Jamondi immediately sent for me and ordered me to capture the spy, all very quietly, of course. He told us everything, and not only about Tartuccio. I doubt that Iroveti was pleased to hear of his agent's failure. Used to be. It's only a name now, nothing more. The House Gares are a noble family in Brevor. They own several mines in the Galushkin Mountains. My father Evan is cousin to Lord Howland Gares. But he's my father no longer. In any case, I brought shame upon my name and was punished accordingly. The family disowned me. I fled to Restov and took up the life of a simple mercenary. Until I received an assignment here in the Stolen Lands. Oké. Nyilván turkálhattam volna a mélységeibe, de úgy érzem a karakteremnek nem lenne reális. Ez lesz egyébként... nem ez... Ohohohoho! Won't be halted. Ja, hogy oda majd valahogy lejutunk. Ne fussatok, csak el akarlak ölni titeket. We do it my way. Na. Jó, mentsünk. Ha, azért még szétnézzünk itt, aztán meglátjuk. Ohoho. Reméljük nem nagyon probléma, pár óriás... Hogy jó? Úgy látom nem. Semmi loot belőlük? Mi a...
Hát ezek csak aranylútok, úgy látom. How curious. Ó, és el se tudjuk vinni a ládát, ha egyszer kinyitni nem tudjuk. Ó, egy Mage Armor, némi loot. Ezüst kanál. Ó, egy halott. Újabb. Oké. Itt van valami nagy gyík. Itt meg... Giant Frog. Fröccs. Oké. Nyilván majd azt az óriás gyíkot is megnézzük. Mobility 21. Mi van, ha nem? Még páncél nélkül egyéb. Még én itt jön neki a röhely, hogy leveszem a páncélt, akkor egész esélyes lenne. De még ha a játék nem is büntet meg, nem lenne reális. Reméljük ezek az izék nem sokkal erősebbek, mint az előzőek voltak. Különösebben nem, de mondjuk azért nem... Miért van arany náluk? Tehát bármilyen más loot lehetne náluk, mint arany. Jó, azt hiszem viszont itt a ideje, hogy dobjunk egy kis filtrát. Hogy állunk egyébként XP-be? Hát elég messze vagyunk még a következő szinttől. Ez viszont egy nagy... Az egy hatalmas terep. Mi érzem, akkor ezt az egészet nem fogom föl. Yikes! Vagytok páran. Ez nem olyan vészes. Azért... Voltatok egy jó páran. Na, tehát ezeknél nincs semmi, meghámozzuk, lesz némi bőr belőle. Az teljesen oké. Climb the hill, 21. Megint. Én látom egy újabb adag. Állat. Oké. Oké, akkor nem.
Nem igazából rá lehet dobni. Úgy is kell neki heal. Yes, I'm still here. Akkor viszont nem tudjuk healelni őt. De. Inflict Light Wound-a. Request. No, hát... akkor legközelebb nem kell majd elpazarolni a Inflict Light Wound-okat. Na hát most ez van. Ó. Ott. Azt mondta, hogy valahol valamit talál, de... én nem látom. Na mindegy. Erre megyünk. Aztán legfeljebb majd megint pihenhetünk. Sőt, szinte biztos, hogy majd kell pihennünk. Többé-kevésbé sikerült. De mondjuk a húsi is jó. Rosslandik cuccok. I lead, you follow. Ó. Egy kihalt tábor. Dueling Sword. Senki nincs, aki tudná kezelni. Persze, hogy nem tudjuk kinyitni, mert nincs zárnyitónk. Submit. Advance. Me or lose me. This can't be over. De most, ja, hogy azok meg vannak zazzizva. Oké. Tehát félrenyomásból meghalt egy karakterem. Ezt mondjuk nem tudom elfogadni. Erre az az egyszerű válaszom. Nem akartam itt pihenni, random helyen. Hanem fel akartam szedni a lootokat. I won't be halted. Forget it. Mondjuk így viszont tudom, hogy ott van az a szizé. Úgyhogy innen meg nem lesz hiteles a összes a bármilyen akcióm, mert tudom, hogy ott van. Hát ez van. Továbbra sincs duelista. Jó, hogy itt van elég hely, hogy egyszer aludjunk, ezt annyit mond. Ez jó, de az nem annyira érdekel. És most nem tudom, hogy itt aludnék, vagy sem.
No, azt hiszem már ennyi, folytatjuk innen.